Konkrétan ebben a hónapban vettünk laminálófóliát, táblafilcet, HDMI kábelt, szivacsot és... Eddig külön papírmunka volt ilyesmit beszerezni az iskolákban, ha valami elfogyott és hirtelen kellett volna, tehetetlenül álltak az iskolaigazgatók. Most 50 ezer forint jár havonta iskolánként, ennyit szánnak klik arra, hogy a hirtelen jött kiadásokat rendezni tudják. Az egyik budaörsi iskola igazgatója szerint ez olyan, mintha egy kis zseppénzt kapnának, amivel el kell számolni. Turcsik Viktor azt mondja, sokkal átláthatóbb volt az a rendszer, amikor maga az iskola tervezte meg a saját költségvetését, és ahogy fogalmaz, nem kéregetni kellett minden eszközre. Pontosan tudtuk, hogy melyik soron mennyi pénzt kell terveznünk, és mennyi pénzünk van. És így lehet egy iskolát fenntartani, így lehet egy iskolát üzemeltetni. Ahogy most történik, mióta a Klebersberg intézmény fenntartó központ létezik, ez klasszikusan nem iskola fenntartás, hanem ez egy rohanás a semmibe. Nehezen felhasználható, éppen ezért túl nagy segítséget nem kaptunk ezzel az összeggel. A miskolci Herman Ottó gimnázium igazgatója sem elégedett. Sajnos a felhasználás terület az meglehetősen szűkös. Sikerült egy tonert venni belőle, ami az éppen aktuális fennakadást megoldotta. Tehát kifejezetten azt kérték, hogy csak a mindennapi munkát akadályozó dolgok elhárítására, szakmai feladatokra használhatjuk fel. Kerestük a klikket, szerettük volna megtudni, mit szólnak az igazgatók kifogásaihoz, például ahhoz, hogy túl korlátozottnak tartják a felhasználást. Írásban azt válaszolták, hogy az ellátmány az azonnal szükséges beszerzésekre van, épp ezért nem határozták meg tételesen, hogy mire használhatják az iskolák. Arra a kérdésünkre pedig, hogy mi történik, ha már hónap közepén elfogy a pénz, azt írták, ha konkrét dologra kell, akkor arra ezen kívül is igényelhetnek forrást az intézményvezetők.